Az elmúlt héten Kaposváron rendezték meg az úszók rövidpályás országos bajnokságát. A Nyíregyházi Sportcentrum 8 versenyzővel képviseltette magát, és sportolói összesen 5 döntőbe jutottak be a legjobb hazai úszókat felvonultató mezőnyben. A legnagyobb sikert Szurovcsák Kivett érte el, a Sportcentrum jelenlegi edzője Kovácsita által 1996-ban 800 gyorsan szerzett aranya óta elsőként nyert felnőtt bajnoki címet nyíregyházi úszóként. Amit nem tudunk eleget hangsúlyozni, hogy 23 év után újra magyar bajnokunk van az úszásban, ugye Szurovcsák Ivett 50 mellett remek idővel, 30-70-nel, több mint 1 másodpercet javítva a legjobb ilyen bajnok lett, megelőzve Katinkát, aki szintén a medencébe volt ekkor. 100 mellett 4. helyezett lett, ami nagyon-nagyon jó idő volt szintén, óriási verseny volt minimális különbségekkel, illetve kiemelném a 100 pillangót és a 200 pillangót Hadházi Dórinak, aki szintén 16 évesen A-döntőt úszott és 6. lett mind a két számban. Illetve volt egy váltónk, aki odaért a döntőre, ami ilyen erős mezőnyben szerintem nagyon jó, 8. lettek a 400-as mixváltóban a fiúk és a lányok. Ivett szombat délelőtt 30-96-os idővel Hosszú Katinkát és Jakabos Zsuzsannát megelőző jutott a döntőbe. Délután 30-70-nel ismét hosszú előtt csapott a célba Urvin Tamás tanítványa. Már délelőtt első idővel jutottam be a döntőbe, és ráadásul nagyon jó időt is úsztam, tehát életem legjobbját, és nagy reményekkel mentem a döntőre, de nyilván tudtam, meg nem hittem el azért, hogy ezt meg lehet nyerni. Egyedül már ott a rajt előtt közvetlenül, és szerintem az segített főleg, hogy meg tudtam nyerni. Jövőre Budapesten rendezik a felnőtt Európa-bajnokságot, amelyen Szurovcsák Ivett mindenképp szeretne ott lenni. Hadházi Dóra számára pedig az ifjúsági EB lehet az év versenye. Dórinál az ifi korosztály utolsó éves, tehát ő most ért el az ifi EB csúcsára, ők az idősebbek. Tavaly is fiatalként, idén is fiatalként versenyzett. Dóri 100-200 pillangó mindenképpen döntős és éremvárományos. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon jó felkészülés, akkor ezzel az idővel akár még a gyors úszó számokban is ott lehet, illetve a válogatottban mindenképpen váltóban számítanak rá. Tehát egy nagyon-nagyon komoly program elé néz az ifi EB-n. Ivett pedig a felnőtt EB-re készül ezzel az 50 méteres eredménnyel. Én azt mondom, ez hosszú pályán ez magyar csúcs, nem is kicsi. Hogyha ezt meg tudnánk úszni, akkor egy hazai rendezésben, hazai közönség előtt bármi összejöhet. A nyíregyházi úszók a hét második felében még medencébe szállnak. 80 győrben egy több száz versenyzőt felvonultató viadalon állnak rajtkőre, a fiatalabbak közül pedig 40-en Egerben zárják az évet.